Kedves nézőink! Évek óta a nagy sikerű program sorozata a Cserepesháznak a hangvarás koncertek. Most decemberben is lesz egy ilyen koncert. Sok szeretettel köszöntöm stúdiumban Szedlecsek Katalint, az egész koncert sorozatnak a kitalálóját, háziasszonyát, szervezőjét. Mire készülnek most decemberben? Gondolom, hogy az adventi időszakban ezzel kapcsolatos lesz a koncert. Így van, december 16-án szombaton kerül megrendezésre a következő hangvarás koncert, Mennyből az angyal címmel. Ezen a koncerten az Operaházból jön egy művész, Godán Sándor, ő a házban, ugye a zenekarban a ritmus szekciót képviseli, tehát ennek keretében szól majd ez a szombati koncert. Aki még nem volt ilyen, annak egy kicsit meséljünk róla, magáról az egész koncert sorozatról. Kiknek szól, hogyan is néz ki egy ilyen koncert, kiknek érdemes oda menni, erről egy pár szót lehet. Ha pontos életkort szeretnénk meghatározni, akkor én azt mondom, és a gyakorlat ezt mutatja, hogy egy éves kortól körülbelül 10-12 éves korig vesznek rajta részt a gyermekek, hogy hogy néz ki. Én úgy terveztem, amikor régen megszületett a fejemben, hogy mindenképpen interaktív, mindenképpen nagyon mozgalmas legyen a koncert, semmiképpen székben ülős, és ennek megfelelően épül is fel a program. Az első körülbelül fél óra, de ez már a mostani tapasztalat azt mutatja, hogy nem is igaz, hogy fél óra, hanem fél óra, 40-45 perc, az maga a koncert része. De ez a koncert, ez ténylegesen olyan, hogy a gyerekek egyrészt táncolhatnak az adott zenére, rajzolnak, vizuálisan megjelenítenek, beállnak a zenészek közé, ritmushangszereket kapnak, és együtt játszhatnak a zenészekkel. Most, hogy pont egy ilyen ritmusszekciós, tehát ritmus hangszerek köré épülő koncert lesz. Itt aztán éppen, hogy nagyon passzolnak ezek a ritmus hangszerek, természetesen mindenféle csilingelő, ugye a karácsony miatt. Tehát az első része ez a koncert, az interaktív koncert, a második része velem zenejáték öröm foglalkozás, ami azt jelenti, hogy anya, apa, kistesó, nagytesó, együtt énekelünk, együtt játszunk, hangszereket kapnak a gyerekek és a szülők, tehát egy ilyen közös játszós, éneklős rész következik, és végül normál esetben, hogyha nem karácsony lenne most éppen, hangszert készítenek. Ezek egyébként természetesen olyan hangszerek, amik a gyerekek által elkészíthető, feldíszíthető, használható hangszerek, lehet akár ritmus hangszer, lehet akár kicsi dallamot esetleg lehet fújni egy hangszeren, tehát akár ilyen is lehet, de most a karácsonyra való tekintettel most ajándékot fogunk készíteni anyának, apának, nagyszülőknek, úgyhogy ez a mai december 16-ai, vagyis ez a mostani 16-ai koncert, ez majd ilyen lesz. Ezekhez a alapanyagokat, ezt gondolom, ott a ház biztosítja, tehát, hogy ezt nem kell hozni otthonról. Így van, tehát a programot a Cserepesház finanszírozza nagy részt, és ezért aztán az anyagok, eszközök biztosítása is természetesen a ház feladata. Ez a koncertsorozat ugye már évek óta nagy sikerrel zajlik, és gondolom lesz jövőre is. Mi lesz a folytatása most a decemberi koncert után? Igen, így van, így van. Lesz februárban, márciusban és áprilisban is koncert, hogy kik jönnek, Operaházból jönnek, Szolnoki Szimfonikus zenekar tagjai adják majd nekünk a koncertet, hát nagyjából így. Itt a Cserepesházban szombatonként vannak a koncertek. Mikor kezdődnek? 16 órai kezdettel, körülbelül másfél-két órás a program. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan jött létre egyáltalán ez a koncertsorozat. Miként jöhetett létre ez a koncertsorozat egyáltalán? Nem tudom pontosan, de körülbelül 10 évvel ezelőtt indultunk, akkor még a Lipták villában kezdődtek a koncertsorozatok. Hasonló koncepcióban egyébként. Maga az ötlet, hogy hogy épüljön fel egy ilyen koncert, program, az az én fejemből pattant ki, úgymond, tehát, hogy ez az interaktív koncert, a velem való közös játék, éneklés és a hangszerkészítés, ami nagyon motivált engem, ugye nagyon sok tanítvány járt hozzám Zuglóból. Azt láttam sok esetben, hogy nem biztos, hogy a szülők eljutnak komoly zenei koncertekre, és én azt szerettem volna, hogyha ha itt a családok, a zuglói családok együtt, apa, anya, gyerekek, esetleg nagyszülők együtt eljönnek ezekre a koncertekre,
koncertekre, és ugye meghallgatják egyrészt a komoly zenei részt, és együtt énekelnek, táncolnak, játszanak. A középső részben és a hangszer készítés az pedig már habatortán, hogy így mondjam. Tehát így indult ez az egész, és aztán átkerült az utóbbi két évben a program a Cserepesházba. Egyébként a Lipták villában ugye Zenekincs a zenekastélyban címmel működött a program, itt a Cserepesházban pedig szombatonként vannak ezek a koncertek, hangvarás koncert címmel, és ami nagyon fontos, hogy azért az évek során az nagyon nagy változás, hogy a Cserepesház egy nagyobb összeggel tudta támogatni a program megvalósulását, ebből adódóan óriási színvonal ugrás következett be. Amint mondtam, tehát, hogy kik azok, akik ellátogatnak hozzánk, általában neves zongoraművészek, itt volt Berec Misi például nálunk tavaly, akit akkor éppen fölvettek Londonba az akadémiára, ami nekünk óriási élmény volt egyébként a gyerekeknek egyaránt. Misi ugye régen a tanítványom volt, és hát ő egy kiváló tehetségű zongorista, egy nagyon-nagyon kiváló művész, már szinte ezt, hogy mondjam, ugyan még nagyon-nagyon fiatal, de hát már a világot járja, és mindenfelé játszik. Az Magyar Állami Operaházból jönnek hozzánk, gyakran a szolnoki szimfonikusok ellátogatnak, a MÁV szimfonikus zenekar tagjai jönnek, hát nagyjából így, és hát azért azt nagyon fontos megemlíteni, hogy azért is tudjuk ilyen jó színvonalon megrendezni a programot, mert idéntől, szeptembertől egészen ugye az áprilisi utolsó koncertünkig a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja a koncertet. Úgyhogy nekik nagyon köszönjük ezt a lehetőséget, mert azt gondolom, hogy így még több gyerekhez eljuthat a program, és azért azt hagyd mondjam el nagy örömmel, hogy éppen múltkor a novemberi koncertünkön közel 100-an voltunk, tehát éppen, hogy így a terem befogadta ezt a létszámot, úgyhogy én nagyon szeretném és nagyon örömmel venném, hogyha ezen a nagy napon, ezen a karácsonyi koncerten is sokan eljönnének és részt vennének a programunkon. Akkor érdemes előre jelentkezni, vagy egyet előre venni, vagy elég az is, hogyha szombaton az ember oda megy? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én erre azt hiszem, hogy nem tudnék jó választ mondani. Ha valaki tudja, akkor vegye meg a jegyet előre. Sok tanítványom így tesz, hogy megveszik, hogy biztosan legyen helyük, de hát azért azt gondolom, hogy azért biztos lesz jegy. Eddig még mindenki befért, gondolom. Igen, eddig még befért mindenki, igen, igen. Kedves nézőink, egy nagyon jó családi programot tudunk ajánlani legközelebb december 16-án, tehát hangvaráskoncert a Cserepesházban.